Sziasztok! Az elmúlt években töménytelen mennyiségű kacat halmozódott fel itthon, mert ezekre jobb szeretek úgy hivatkozni, mint igen hasznos kísérleti eszközökre. És az a legjobb az egészben, hogy mindegyikhez köt valamilyen emlék. Itt van például ez a fakard. Ha jól emlékszem, ezt az egyik gyerekszigeten bizniszeltem az egyik kölyökkel egy szívószádudáért cserébe. Igazság szerint azóta sem nagyon tudom, hogy mire lehet használni. Egyre biztos jó, meg lehet vele mutatni azt, hogy hogyan kell egy fakarnak a tömegközéppontját megtalálni. A két mutató ujjatokat tegyétek be a fakart két vége alá, majd közelítsétek őket egymáshoz. Ahol a kettő találkozik, ott lesz a fakard tömegközéppontja. Tehát az a pont, ahol, hogyha alátámasztjátok, a fakard nem billen le egyik irányba sem. Ez a módszer viszonylag automatikusan működik, mindig az az ujjatok fog csúszni a kard alatt, amely távolabb van a tömegközépponttól, hiszen arra az ujjatokra kevésbé nehezedik a kard, így kisebb lesz a súrlódás is. Tehát hol az egyik, hol pedig a másik. Itt már nyugodtan alátámasztatjátok, akár egyetlen ujjal is. Persze hozzá kell tenni azt is, hogy ezzel a módszerrel nem csak egy fakart tömegközéppontját tudjátok megtalálni, hanem lényegében bármilyen más hosszúkás tárgyét is. Mondjuk a kutya az elhajlik, úgyhogy ez nem biztos, hogy jó. Ez volt a szertár. Sziasztok! Tehát az a pont, ahol úgy tudjátok alátámasztani a fakartot, hogy az ne billenjen le egyik irányba. Se.